Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Kevei Péter, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának tudományos munkatársa. Kevei Péter 2002-ben érettségizett a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium speciális matematika tagozatán. 2002-től 2007-ig az STTTK alkalmazott matematikus hallgatója volt. A kutatásba Csörgő Sándor professzor irányításával kapcsolódott be. Vezetésével 2009-ben szerzett PhD fokozatot. 2007-ben Rényi Kató emlékdíjat, 2010-ben akadémiai ifjúsági díjat kapott. 2007-től két-két éves megszakítással az MTA TKI analízis és sztohasztika kutatócsoport tagja. 2009-től 2011-ig Mexikóban a CIMAT matematikai kutatóközpontban dolgozott. 2015-től 2017-ig Németországban a Müncheni Műszaki Egyetemen kutatott Alexander von Humboldt ösztöndíjasként. 2017-ben elnyerte a Bolyai János kutatási ösztöndíjat. 2017-ben habilitált és kapott egyetemi docensi kinevezést a Bolyai Intézet sztohasztika tanszékére. Kutatási területe a valószínűségszámítás, azon belül a határeloszlások elmélete. Felkérem Kevei Pétert, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Valószínűségszámításról fogok beszélni, azon belül elágazó folyamatokról és ezek alkalmazásairól. Először egy hosszabb bevezetést szeretnék adni a probléma történetéről, majd a kihalási tételről lesz szó, aztán általánosabb modellekről, és végül egy konkrét járványtani alkalmazását mutatom a matematikai modellezésnek. A viktoriánus Angliában járunk, 1873-ban, és az angol arisztokraták azt vették észre, hogy a családnevek eltűnnek. Hát egyre úgy tűnt, hogy nagy valószínűséggel kihalnak egy-egy családnevek. És a problémát a képen látható úriember Francis Galton fogalmazta meg. A probléma 1873. március 1-i számában jelent meg a The Educational Times című újságnak. És itt láthatjuk alul Questions for Solution részben, tehát a nyitott problémák szekcióban kitűzte a feladatát, ez a 4001-es számú probléma. Hát itt látható maga a probléma, fönt az angol változatot láthatják, és lent a magyar fordítást. Tehát arról szól, hogy egy nagy nemzet benépesít egy területet, a nemzetnek az N számú felnőtt férfi tagjaira koncentrálunk, és feltesszük, hogy mindegyiküknek különböző a vezetékneve. Minden egyes generációban a férfiak A0%-ának nem lesz felnőtt kort elérő fiúgyermeke, A1%-ának 1 lesz, A2%-ának 2, és így tovább, A5%-ának pedig 5. Határozzuk meg, hogy az eredeti generációban a vezetéknevek milyen aránya halt ki, illetve hányszor lesz olyan, hogy M ember viseli ugyanazt a vezetéknevet. No, tehát ez volt a probléma, ami 1873-ban megjelent, tehát majd 150 évvel ezelőtt. Itt érdekességként megjegyzem, hogy a probléma matematikailag is teljesen érthető. Hát manapság már kicsit máshogy fogalmaznánk, de azért pontosan meg lehet érteni, hogy itt miről is van szó. És amit még érdekességként megjegyzek, az az, hogy ugye a matematika az ilyen világtól elvont problémákkal foglalkozik, magasabb fokú egyenletek megoldásaira keresi a választ. Ezzel szemben ez a probléma nagyon érdekesen rávilágít
magára a kornak a jellegzetességeire. Ugye még egyszer, 1873-ban vagyunk a viktoriánus Angliában, egy nagy nemzet benépesít egy területet, hát itt láthatjuk a gyarmatosításra utaló jelzőt, valamint a felnőtt férfi tagokra koncentrálunk, ugye családnévnek a fennmaradását vizsgáljuk, tehát apáról fiúra száll, tehát a férfiági örökösödés van itt szem elől. Előtt, valamint azt is érezzük, hogy hát a probléma maga az motiválja, hogy a félelem attól, hogy az arisztokrata családok nagy valószínűséggel kihalnak. Jó, tehát ezt a problémát meg fogjuk oldani. Egy kicsit átfogalmazzuk a feladatot. Tehát egy angol nemes fiainak a száma az egy véletlentől függő valami. Én ezt nagy X-szel fogom jelölni, és annak a valószínűsége, hogy nulla fia születik az angol nemesnek, az P0 lesz, annak a valószínűsége, hogy egy fia születik, az P1, annak a valószínűsége, hogy kettő fiú születik, az P2, és így tovább. Itt Galton valamiért megállt 5-nél, tehát ő nem tette fel, hogy lehet akár 6 fiú gyermeke is egy angol nemesnek, mi ilyen feltevéssel nem élünk. Gyorsan egy jelölést bevezetünk, mert az előadásban sokszor lesz ilyen, hogy annak a valószínűsége, hogy valami bekövetkezik. Ezt úgy fogom jelölni, hogy nagy P és zárójelbe teszem a valamit, tehát ez lesz az annak a valószínűsége, hogy. Annak a valószínűsége, hogy egy angol nemesnek pontosan 2 fia születik, az angol nemes fiainak a száma az X, PX egyenlő 2, ez volt a P2. Nagyszerű, hát akkor itt van újra a modell, megfelelő valószínűségeket láthatjuk, 0 fiú P0, 1 fiú P1, 2 fiú P2 valószínűséggel születik. És még van itt egy feltevésünk, amit expliciten nem mondott ki Galton, de beleértünk a problémába, hogy ezek az értékek állandóak. Ugye ő úgy fogalmazta meg, hogy a A0%-ának 0 fiú gyermeke születik, A1%-ának 1 fiú gyermeke születik, és így tovább. Ezeket mi átfogalmaztuk valószínűségekre. És még egyszer azt feltesszük, hogy egyes generációk során ezek az értékek állandók, tehát a kiinduló angol nemesemnek ugyanakkor a valószínűséggel születik 0 fia vagy 1 fia, mint 3 generációval később a dédunokájának. A terminológiáról is ejtenék néhány szót, hát ugye itt angol nemesekről szól a probléma. Az angol nemeseket egyednek, részecskének alkalmazástól függően ezeket a kifejezéseket használjuk, a fiú gyermek az pedig az utódok szám, utódok lesznek. És ugye a probléma úgy szól, hogy embernek mindnek különböző vezetékneve van, ez azt jelenti, hogy a nulladik generációban egy darab angol nemesünk van, tehát kiindulunk egy egyedből a nulladik generációban. És hát természetes módon az első generációban a nulladik generáció gyermekei vannak, a második generációban az első generáció gyermekei, vagy a nulladik generáció utódai vannak, és így tovább, hát általánosan az N plusz egyedik generációban az N-edik generáció utódai szerepelnek. És még egy feltétel, ami nincs expliciten kimondva Galton feladatában, de az egyes utódok számai azok egymástól függetlenek. Tehát, hogyha tekintünk két testvért, akkor annak a valószínűsége, hogy az egyiknek, hogy annak az esélye, hogy az egyiknek 2-3 fiú gyermeke van, és hogy a másiknak ez a két esemény ez nem befolyásolja egymást. Talán jobban érthető a dolog, hogyha nézzünk egy ilyen példát. Itt az angol nemeseket meglehetősen sematikusan ilyen karikával jelöltem, a kék szín jelzi a vérnek a színét, különben az ábra eléggé sematikus. Itt láthatjuk, hogy a nulladik generációban egy darab egyedből indulunk ki, és az első generációban a nulladik generáció gyermekei vannak, hát most történetesen 3-an vannak, X jelöli. Hát ide alsó indexbe ideírtam, hogy a nulladik generáció első elemének tekintem a gyermekeinek a számát. Ez 3. A második generációban kik lesznek? Az első generáció gyermekei. Itt láthatjuk, hogy az első gyermeknek 2 fiú gyermeke született, X1, 1 az 2, tehát itt még egyszer
a generáció és hogy a generáció hanyadik tagját tekintem, azt jegyzem meg alsó indexben. A második gyermek gyermektelenül halt meg, pontosabban fiúgyermek nélkül. A harmadik gyermeknek egy fiúgyermeke született, és így tovább. Hát a harmadik generációban szép szaporulat történt itt. Az első egyednek 3 gyermeke van, a másodiknak 2, és a harmadiknak is 2, tehát ebben az esetben a harmadik generációban már 7 vannak. És így tovább. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a valószínűsége, hogy kihal a családnév. Ez azt jelenti nekem, hogy egy idő után azt látom, hogy a valahanyadik, a 10. generációban nem lesz senki. Nyilván, ha a 10. generációban nem lesz senki, akkor a 11. generációban sem lesz senki, a 12. generációban sem lesz senki, és így tovább. Jó, itt egy kicsit formálisabban, matematikai formalizmussal van megfogalmazva az előző ábra. Itt esetleg arra hívnám fel a figyelmet, hogy ami a probléma nehézségét mutatja, itt ugye az első generációban véletlen az utódok száma, a második generációban pedig már az összeg is egy véletlen tagszámú összeg. Tehát itt a tagszám is véletlen, hogy hányan vannak, és az is véletlen, hogy mennyik az egyes értékek, mekkora az egyes értékek is véletlenek. A harmadik generációban a második generáció utódai vannak, és így tovább, és így tovább. És akkor rátérek magára a kihalási tételre, ami megadja, hogy valójában mekkora a kihalásnak a valószínűsége. Szükség lesz egy kis matematikára, bevezetem a várható érték fogalmát, vagy az átlagos érték fogalmát. Az utódok számának az eloszlása, tehát itt megmondom, hogy P0 valószínűséggel nincs egy utód sem, P1 valószínűséggel egy utód van, P2 valószínűséggel 2, és így tovább, akkor mit mondhatok, hogy átlagosan hány gyermeke van egy angol nemesnek, hány fia van egy angol nemesnek, és ez az az érték, amit én átlagos értéknek fogok fel. Hát itt miről van szó? Itt arról van szó, hogy P0 valószínűséggel a gyermekek száma 0. Jó? Tehát ez itt a P0 szor 0. Aztán P1 valószínűséggel egy gyermek van, az a P1 szer 1. P2 valószínűséggel 2 gyermek van, P2 szor 2. És így tovább. Hát addig, ahány gyermeke lehet pozitív valószínűséggel ennek az angol arisztokratának. Ezt az értéket fogom M-mel jelölni. Nézzünk egy példát. Itt 0, 1, 2, 3 és 4 fiúgyermeke lehet ebben az esetben az angol nemesemnek. 0 fiúgyermeke 3 tized valószínűséggel, 1 fiúgyermeke 10%, 2 30%, 3 20% is, illetve 4 10% valószínűséggel. Hát gyorsan összeadva ezeket az értékeket látjuk, hogy ez tényleg 1, ugye 0,3, meg 0,1 az 0,4, meg 0,5 az 0,9, meg 0,1 az 1, tehát itt rendben van a dolog, és akkor mi lesz ez az átlagos érték? Hát egyszerűen ki kell számolni, ugye 0,3 szor 0, meg 0,1 szor 1, 0,3 szor 2, meg 0,2 szor 3, meg 0,1 szor 4, 1,7. És akkor itt szeretnék arra rávilágítani, hogy ez a várható érték, ez nem az, amit várunk. Ugye senki nem várja azt, hogy egy konkrét angol nemesnek 1,7 gyermeke születik. Hát neki vagy 0, vagy 1, vagy 2, vagy 3. Jó? Tehát ezt a várható értéket, ezt úgy kell érteni, mint hogyha tekintenék sok-sok-sok nemest, és utána az összes gyermekek számát elosztanám a nemesek számával. Tehát az egy főre jutó átlagos fiú utódok száma, az lesz ez az M érték. Tehát az lesz az 1,7. Jó, determinisztikus eset. Ugye mi véletlen esettel foglalkozunk, amikor az utódok száma az véletlen. Hát, hogy egy kis intuíciót nyerjünk a dologról, először nézzük meg, hogy mi a helyzet a determinisztikus esetben. Hát itt látjuk, hogy minden egyedemnek pontosan 3 gyermeke születik. Ugye megint a 0. generációba egy egyedből indulok ki, hát neki van 3 gyermeke, az első generációban már 3 vannak. Aztán a második generációban mind a 3
utódnak van 3-3 gyermeke, 3×3 az 9, a második generáció elemszáma már 9. Harmadik generációban megint a második generáció minden egyes egyedének 3 gyermeke van, 3×9 az 27, és így tovább, hát itt már nem fértek volna ki a kis pöttyök. Azt látjuk, hogy ez nagyon gyorsan növekszik. Ez az úgynevezett Malthus szabály, amiről biztosan mindenki hallott, a populációk lélekszáma nagyon gyorsan, úgynevezett exponenciálisan gyorsan, vagy egy mértani sorozat szerint nő. Hát itt a mértani sorozatom az a 3 az n-ediken, 3, 3×3, 3×3, 3×3, és így tovább. Itt van Malthus, ő ezt a tanulmány a népesedés elvéről című munkájában dolgozta ki. És itt szeretném megjegyezni, hogy nem Malthus volt az első, aki ilyen exponenciálisan, gyorsan növekvő populációkról írt, hanem Leonhard Euler. Euler 1707-ben született, és ő a korának legnagyobb matematikusa, és populációk vizsgálata során arra jutott, hogy a populációk lélekszáma exponenciálisan, gyorsan, tehát mértani sorozat szerint nő, és ezután a tétele után, vagy eredménye után megjegyzi, hogy és még vannak olyan hitetlenek, akik azt mondják, hogy egy emberpár az nem népesíthette be a Földet ilyen rövid idő alatt. Jó, tehát itt a valószínűség számításnak, vagy a matematikának egy váratlan alkalmazását látjuk. Euler egy kálvinista lelkésznek a gyermeke volt, tehát mélyen vallásos, ő neki magának 13 gyermeke volt. Vissza a Malthus szabályra, tehát azt látjuk, hogy a determinisztikus esetben a populációk létszáma 3 az n-ediken, tehát mértani sorozat szerint nő. Kiderül az, hogy ez a véletlen esetben is igaz. Amikor egyes egyedeknek véletlen számú utóda születik. Milyen értelemben lesz ez igaz, és mi felel meg a háromnak? Hát a háromnak pontosan ez a várható utódszám, vagy ez az átlagos utódszám fog megfelelni, ez az M érték, ami megadja, hogy átlagosan egy egyednek hány gyermeke születik. És azt lehet megmutatni, hogy az n-edik generációban átlagosan, jó, tehát az átlagos, ez ugyanaz a jelentésű átlagos, mint amilyen értelemben bevezettem, az n-edik generációban átlagosan három, vagy m az n-ediken lesz ez a megfelelő érték, jó, tehát ez az m érték, ez valami adott szám, és ennek a hatványai szerint nő a populáció. Tehát látjuk, hogy ez az m érték, hogy a hány, várhatóan hány utóda lesz az egyedemnek, ez ami nagyon fontos érték a probléma szempontjából. Nézzük meg, hogyha M az 3, ugye ezt nagyjából láttuk, akkor 3, 9, 27, a tizedik generációban már majd 60 ezer lesz a generációnak a mérete. Tehát azt látjuk, hogy ebben a, hogyha az angol nemeseim ilyen eloszlás szerint szaporodnak, gyarapodnak, akkor nagy bizodalmunk lehet afelől, hogy ez a családnév ez valóban fenn fog maradni, hiszen a tizedik generációban már majd 60 ezeren vannak. Jó? Ellenben, hogyha ez az M érték, ez egy kicsit kisebb, mint 1. Hát ez a kicsit kisebb, mint 1, ebben a példában 0,8, akkor azt látjuk, hogy az első generációban, persze 0,8 lesz a várható utódszám, a második generációban 0,8-nak a négyzete, ami 64 század, és a tizedik generációban ez már olyan 1/10. Jó? Tehát ez mit jelent? Ugye még egyszer, hát ez valami egész szám kell legyen a tizedik generációban, az utódszám. Na most, hogyha ez átlagosan 1/10, akkor itt arra gondolhatunk, hogy itt bizony szomorú kimenetele van ennek a családfának, hiszen nagy valószínűséggel ők eltűntek, tehát nagy valószínűséggel a tizedik generációban senki nem él. És a kihalási tétel is ezt mondja, tehát még egyszer M az átlagos utódszámom, angol nemes fiú gyermekeinek átlagos száma, és hogyha az M érték ez kisebb vagy egyenlő, mint 1, akkor meg lehet mutatni, hogy a családnév biztosan kihal. Tehát akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy néhány generáció után ez a családnév el fog tűnni. Ellenben, hogyha az M a szigorúan nagyobb, mint 1,
akkor a kihalás valószínűsége, hát most akkor ugorjuk át ezt a sort először, a 0-1 intervallumba esik, ez azt jelenti, hogy egynél kisebb. Egynél kisebb, ez azt jelenti, hogy pozitív valószínűséggel az angol nemesi családfa fönnmarad. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig lesznek a megfelelő generációkban ilyen nevű angol nemesei. De a kihalási tétel nekem pontosan megmondja, hogy mi ez a Q valószínűség. Tehát a valószínűség az megoldása ennek az x egyenlő p0, meg p1x, meg p2x négyzet, meg p3x köb, plusz és így tovább egyenletnek, és ez a megoldás, azt a megoldást tekintjük, ami a 0-1 intervallumba esik. Jó? Tehát itt ettől nem kell nagyon megijedni, tehát hogyha mondjuk csak egy vagy két gyermeke lehet az angol nemesemnek, akkor ez egy másodfokú egyenlet. Jó? Másodfokú egyenletet mindenki látott, sőt, meg is oldott, remélhetőleg. Harmadfokút már nem biztos, de hát el tudjuk képzelni, hogy van a megoldás. Hát ez nem biztos, hogy egy véges fokszámú polinom, de az általános esetben is valami ilyesmiről van szó. Akkor nézzük a bizonyítást, jó? Tehát egy vázlatos bizonyítást fogok adni, senki ne ijedjen meg. Ha egy egyedből indulok ki, ekkora kihalás valószínűsége legyen Q. Jó? Tehát ez valami. Ezt akarjuk meghatározni, hogy mennyi ez a Q érték. Fontos észrevétel az az, hogy triviális fontos észrevétel, van valahány gyermek az első generációban. Jó? Véletlen számú. Na most, ez a családfa pontosan akkor fog kihalni, hogyha minden gyermekből indított családfa kihal. Jó? Tehát ez az, ami kell nekünk. Semmi több. Persze, hát ha kihal, az azt jelenti, hogy egy idő után nincs senki, az azt jelenti, hogy biztosan mindegyik első generációból indított családfa kihal. Fordítva, ha mindegyik kihal, akkor persze az eredeti is kihal. Jó, tehát még egyszer nagyon egyszerű észrevétel, de ez lesz a dolog kulcsa, hogy pontosan akkor hal ki a folyamatom, hogyha az első generációból indított minden egyes folyamat kihal. A másik fontos észrevétel pedig az, hogy na de hát minden egyedre ez a kihalás, ugye az utódeloszlás az ugyanaz. Egymástól függetlenül működnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha én elindítom a folyamatomat egy egyedből, akármelyik egyedből, akkor annak a valószínűsége, hogy ez kihal, ez kis Q lesz, ez a kis Q érték lesz. Az ugyanaz a kis Q érték, mint ami az eredeti nulladik generációs angol nemesemre volt. Jó? Ez a két észrevétel, és ebből megkapjuk a tételt. Q a kihalás valószínűsége az eredeti folyamatra. Hogy halhat ki a folyamat? Hát lehet az, hogy P0 a valószínű, ugye mi volt a P0? Az volt, hogy nem lesz gyermeke az angol nemesemnek, hát akkor rögtön kihalt. Jó, tehát akkor nem is kell semmit. Na, P0 valószínűsége már kihalt a folyamat az első generációban. Aztán mi lehet? Az lehet, hogy van egy gyermeke az angol nemesemnek, az első generáció elemszáma 1, na de annak a valószínűsége, hogy ő kihal, az ugyanaz a Q érték, mint az eredeti Q. Hát akkor itt vagyok, P0 plusz P1 szer Q. Lehet két gyermeke az angol nemesemnek, akkor valami ilyesmit látok, és most minek kell teljesülnie? Annak, hogy az első gyermekből indított családfa is kihal, és a második gyermekből indított családfa is kihal. Jó? Ezek egymástól függetlenül történnek, ennek a valószínűsége Q, ennek a valószínűsége Q, így kapom a Q négyzet értéket, P2 szorozva Q négyzettel. Aztán lehet az, hogy három gyermeke van az angol nemesemnek, akkor valami ilyesmit látok, ugyanaz a játék minden egyes első generációs családfának ki kell halni, ekkor a megfelelő valószínűség, mindegyik valószínűség Q, Q-szor Q, az Q a köbön, Q a harmadikon, P3-szor Q a harmadikon, lehet 4 gyermeke, lehet 5 gyermeke, lehet 6 gyermeke, lehet 17 gyermeke, és így tovább. Ugyanez a játék, és pontosan ez az egyenlet, amiről azt állítottam, hogy a Q az megoldása ennek az egyenletnek. Jó? Tehát ezzel lényegében beláttuk a tételt.
lényegében Henry Watson van a képen, ő is lényegében belátta a tételt, aztán mégis valamit rosszul csinált. Henry Watson megmutatta, 1874-ben ő válaszolt a The Educational Times című újságban megjelent kérdésére Galtonnak, és utána együtt írtak egy cikket a családnév kihalásának valószínűségéről, amelyben azt látták be, hogy a családnév az biztosan kihal. Jó? Teljesen mindegy, mi az utódaloszlás, a családnév az kihal. Ez persze rossz ez a tétel. Mi volt a hiba? Belátták ugyanezt, hogy a kihalás valószínűsége az megoldása ennek az egyenletnek. Ugye ez az, amit mi most bebizonyítottunk. És azt vették észre, hogy nagyon jó, látjuk, hogyha ide x helyére egyet helyettesítek, hát akkor a bal oldalon egy lesz, a jobb oldalon meg mi lesz? Hát ugye minden x egy, az egynek a hatványa is egy, az egyet szeretjük hatványozni, akkor itt mi lesz? A p-nek az összege lesz. Tehát annak a valószínűsége, hogy egy utódon van, annak a valószínűsége, hogy nulla utódon van, meg annak a valószínűsége, hogy egy utódon van, meg annak a valószínűsége, hogy két utódon van, bla 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 bla, hát az persze egy, mert ugye valahány utódom van. Jó? Tehát az x egyenlő egy, az mindig megoldás, és ebből arra a következtetésre jutottak, hogy akkor a kihalás valószínűsége az biztosan egy kell legyen. Na mi itt a probléma? Hát az a probléma, hogy ennek az egyenletnek lehet más megoldása is. És van is más megoldása abban az esetben, hogyha a megfelelő M érték, az átlagos utódszám az egynél szigorúan nagyobb, akkor van egynél nagyobb, egynél kisebb megoldása is az egyenletnek, és ez lesz a valódi érték. Ezt nem bizonyítottuk be, ez még hiányzik. Jó? Tehát a bizonyítás nem teljes, ez a pici részlet hiányzik. És akkor pár szót a folyamat történetéről. Tehát a folyamatot Galton-Watson folyamatoknak, vagy BNIME Galton-Watson folyamatnak nevezik. Ugye, amit már láttunk, az az, hogy 1873-ban volt a problémafeltevés, felvetés, 1874-ben pedig egy rossz válasz, egy rossz megoldást láthattunk a problémára. Aztán 50 évvel később, kicsit más kontextusban, Fisher, angol statisztikus, genetikus fölveti ezt a problémát, hát genetikai formában, gének túlélési valószínűségét keresi, és nem tud, nem hivatkozza le Galtont és Watson, nem tudnak a megelőző eredményekről, és erre mond ki helyes tételt 1927-ben, tehát ő Fishernek a cikke alapján, Haldane, ugyancsak brit, helyes tételt, tehát megfogalmazza helyesen a kihalási tételt, amit mi is fölírtunk, bizonyítás nem ad. Eljut a probléma Dániába, megint nem hivatkozzák a korábbiakat, tehát lényegben függetlenül jut el a probléma Dániába. Erlang, ő is matematikus, nem hivatkoz senkit, és Erlangnak a problémáját oldja meg Stephenson, helyes tételt, helyes bizonyítást mond ki, 1930-ban megvan a kihalási tétel helyes változata, helyes bizonyítása, és valóban ez is az első helyes bizonyítása a kihalási tételnek. Aztán jön BNIME, az aztán, ez az 1845, ez nem elírás, most visszaugrunk majd 100 évet. Heide és Szeneta 1972-ben megtalálták BNIME-nek egy 1845-ös dolgozatát, erről addig nem tudott senki. És kiderül, hogy BNIME, ő egy francia statisztikus, matematikus, felveti, hát majd 30 évvel korábban, lényegében ugyanazt a problémát, mint Galton és Watson. Hát ő nem angol arisztokrata családok neveinek a kihalási valószínűségét, hanem francia arisztokrata családok nevének kihalási valószínűségét szeretné meghatározni, tehát ez a problémán érdemben ugye nem változtat. És tehát ő volt az első, aki felvetette ezt a problémát, tehát itt a matematikában oly gyakori dologra látunk egy példát, hogy nem arról neveznek el egy folyamatot, akiről el kellene nevezni, vagy egy dolgot. Hát itt a
közismert neve ezeknek a folyamatoknak Galton-Watson folyamat, néha odaírják, hogy BNI még Galton-Watson, de általában nem. Itt láthatjuk a folyamat atyát, francia statisztikust. De ugye a probléma az egy való életből vett probléma. Mekkora valószínűsége, hogy kihal egy adott angol nemesi család, és matematikai szempontból megoldottuk a problémát, tehát ha mi tudjuk ezt az utódeloszlást, tehát nekünk megmondják a P0, P1, P2 valószínűségeket. Azt, hogy mekkora valószínűsége lesz 0, 1, 2, 3, akárhány fiúgyermekem, akkor ott a válasz, kihalási tétel megmondja a választ. Na de ki mondja meg nekem egy adott populáció esetén a P0, P1, P2 értékeket? Ez egy statisztikai probléma, és Alfred Lotka, ugye Stephenson, ugye látjuk, hogy 1931-ben vagyunk, egy amerikai matematikus, 1931-ben vagyunk, tehát egy éves Stephenson cikke után ő innen ismerte meg a problémát, és ő kíváncsi volt, hogy akkor konkrét adatok mit mondanak, és az Egyesült Államok 1920-as népszámlálási adatai alapján adott becslést a megfelelő P0, P2 megfelelő utódeloszlások valószínűségeire. Hát valami szép formulát adott. Ugye itt láthatjuk az első néhány értéket, tehát nulla fiúgyermek ugye majd 1/2 valószínűséggel van, aztán 1 az 20%, 12%, és így tovább. Ez elég gyorsan csökkent, tehát 7 gyermeke csak 100-ból egy embernek van nagyjából. Ez gyorsan lecseng. Itt kiderül, hogy a fiúgyermekek átlagos száma az 1,26, és ő kapott egy értéket a kihalás valószínűségére, ami viszonylag nagy volt, tehát ez majdnem 90%, tehát azt mondja, hogy ha én elindítok egy folyamatot ezekkel a paraméterekkel, akkor az majd 90%-os valószínűséggel kihal. Tehát még egyszer, ezek az értékek becsült értékek, tehát valós adatokból vett becsült értékek. Itt láthatjuk Lotkát. Lotka populációdinamikában híres, tehát a ragadozó zsákmány modellről hallhattak páran. Lotka volt erre a modell. Egy kis mélyebb matematikát is szeretnék mutatni, hát itt csak azt figyeljen nagyon, aki vizsgázik a kurzusból. Ugye Galton két kérdést tett fel, mekkora valószínűség a kihalásnak, és mekkora, hányan vannak egy adott generációban, hogyha a folyamat nem halt ki. Hát nézzünk egy olyan esetet, amikor az M az nagyobb, mint egy. Ugye amikor az M az kisebb vagy egyenlő, mint egy, akkor a dolog nem érdekes, mert akkor biztos, hogy kihal, tehát akkor egy idő után nem lesz senki. Jó, tehát ez nem olyan érdekes. Ha M az nagyobb, mint egy, ugye ezt úgy hívják, hogy szuperkritikus eset, amikor kisebb a szubkritikus, amikor egy az a kritikus eset, és az derül ki, hogy a Zn az az n-edik generáció, n-edik generáció elemszámát elosztom m az n-edikennel, tehát ezzel a mértani sorozattal, az közel kerül valami véletlentől függő változóhoz, és hát ez lehet nulla, lehet azonosan nulla, amikor ez nekem nem mond sokat ez a tétel, hogy ez azonosan nulla, és ez az állítás még viszonylag egyszerű, Martingale konvergencia tételt kell használni. A lényeg itt az, ami nagyon szép ebben az állításban, hogy a W az pontosan akkor nem azonosan nulla, hogyha valamiféle várható érték véges. Jó, tehát itt az utódeloszlás szorozva az utódeloszlás logaritmusa. Jó, tehát ezt azért mutatom csak, hogy lássunk valami szép matematikai állítást, itt még egyszer a szépség a pontosan akkor, tehát akkor és csak akkor típusú állítás. Hát ennek alkalmazása a világon nincsen természetesen, tehát egy ilyen feltétel mindig teljesül. Jó, tehát a valós adatok szerint akármi ilyen logaritmus az véges lesz. Jó, akkor átérünk általánosabb modellekre. Ugye a modellt még egyszer, ezt már láttuk ugye a megfogalmazást. Most egyedeket írok, részecskét, véletlen számú utódot hagynak, van egy megadott utódeloszlás,
Ami fontos az az, hogy az egyedek azok egyformák, és egymástól függetlenül operálnak. Ugye azt talán még fontos lett volna elmondani, hogy miért is hívják ezt elágazó folyamatnak. Hát itt látjuk, hogy kiindulok valahonnan, és aztán a folyamat elágazik három részre, és aztán minden egyes rész egymástól függetlenül él tovább. Jó? Tehát innen jön maga az elágazó sorozat elnevezés. Lehetséges alkalmazásai. Tehát még egyszer, ez egy majd 150 éves sztohasztikus folyamat. Jelenleg rengetegféle alkalmazása van a dolognak. A valószínűségszámításnak leginkább biológiai alkalmazásai vannak, teljesen természetes, populációdinamika, utódok száma az valami véletlentől függő dolog. Tehát az nem egy determinisztikus, ott valami véletlentől függő dolog. Genetikában hasonlóan, ugye gének rekombinációját valaki anyjától, apjától tudja hozni a megfelelő tulajdonságot. Itt is csupa véletlen van, nem mondja meg nekünk senki, hogy mi történik. A többi példa is hasonló. Járványtanra egy kicsit majd ki fogunk térni. Az lesz a kidolgozott példa pár perc múlva. Jó? Egyéb alkalmazásai is vannak a dolognak, tehát nem csak biológiai alkalmazásai vannak, nukleáris láncreakciók során, számítástudományokban különböző kommunikációs protokollok, sorbanállási modellek, és így tovább, és így tovább. Tehát rengetegféle alkalmazása van. Sok alkalmazás után mondok egy példát, amire nem alkalmazható ez a modell. Családneve kihalásának meghatározására. Jó? Tehát az derül ki, hogy paradox módon, ugye innen jött a probléma, valójában a családnevek, tehát statisztikai adatok azt mutatják, hogy a családnevek kihalásának valószínűségére ez nem alkalmazható. Az oka ennek az, hogy az emberek megváltoztatják a nevüket. Jó? Tehát az történhet, hogy nem feltétlen azért tűnik el egy név a társadalomból, mert a megfelelő ága a családfának kihalt, hanem itt névváltozások történhetnek. Hát itt látunk egy csomó történelmi okot, tehát hogyha visszamegyünk, akkor itt a uralkodó nevének fel tiltott karakterek, ortográfia egyszerűsítés, csupa-csupa történelmi ok, de hát új név felvétele millióféle különböző indoka lehet az embernek, hogy új nevet vegyen föl. Hát egy saját példa, pár generációval ezelőtt a kevei, az édesapám Ágán az még Kakuszi volt, édesanyám Ágán a szigligeti, a Szirovica volt, kisfiamat pedig Kevei Ariolának hívják, de biztos mindenkinek a családjában vannak hasonló példák, hogy a név az megváltozik, de nem azért, mert valahol kihalt az ága a család. Na most vissza Galtonhoz, amire leginkább illeszkedik az ő gondolata, hogy a családnév utódlása az az úgynevezett Y-kromoszomális haplocsoportok vizsgálata. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a fiú utódok azok viszik az apjuknak az Y-kromoszómáját. Jó? Tehát ott nincs más lehetőség. Tehát van 22 pár testi kromoszóma, 2 nemi kromoszóma van, ugye a lányoknál ez XX, a fiúknál XY, tehát amikor fiunk lesz, akkor a fiúnak nincs más esélye, csak az apjának az Y-kromoszómáját viheti, tehát ez apáról fiúra terjed, és ez nem változik. Jó? Tehát az Y-kromoszómába hordozott információ az nem változik, ott nincs rekombináció. Ami miatt változik, az a mutáció, és emiatt a genetikusok nagyon szeretik, és csupa érdekes dolgot meg lehet határozni az emberiség történetéről, hogy honnan jöttünk. Afrikából jöttünk. Általánosabb modellek, ugye ami modellt én bemutattam, az a lehető legegyszerűbb modell volt, és ha alkalmazásokra gondolunk, akkor egyre bonyolultabb modelleket kell fölépítenünk. Hát az első, a talán legegyszerűbb általánosítás a modellnek az, hogy én nem teszem fel azt, hogy az utódeloszlás az változatlan. Jó? Tehát
egyik generációról másik generációra megváltozhat a megfelelő utódeloszlás. Bevándorlás. Hát a bevándorlás jelentőségét azt nem kell magyarázni, kimegyünk az utcára és mindenütt ezzel találkozunk. Miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy a utód ugye úgy lehet, hogy van valakinek apja. De tehát az adott ennedi generációban megjelenő egyed, az úgy tud megjelenni, hogy valaki az ő szülő apja az N-1. Generációban. Amikor bevándorlásos modelleket tekintek, akkor úgy is megjelenhet, hogy hát valahonnan jön, tehát bevándorol a folyamatba. Folytonos idejű modellek. Ugye ez a modell, amit én mutattam, az azt mutatja meg, hogy egy adott generációban hányan vannak. Azt nem mondja meg nekem, hogy egy adott időpillanatban ennek a családnak hány tagja van életben. Jó? Hát ugye nyilván mindenki családjában van olyan, hogy a nagybáty az fiatalabb, mint az unokaöcs, vagy hasonló generációs eltolódások vannak. Ezeket folytonos idejű modellekkel lehet lekezelni, akkor figyelembe vesszük azt, hogy egy adott időpillanatban ki van életben. Az is lehet, hogy az egyes egyedek, azok nem feltétlen egyformák, ekkor több típusos modellekről beszélünk. A nem egyformák az azt jelenti, hogy van kék nyulam, meg van zöld nyulam, és a kék nyulaknak és a zöld nyulaknak különböző valószínűséggel lehet nek utódaik, hát kék és zöld. Illetve folytonos állapotterű modellek, amikor már nagyon, egy populáció elemszáma nagyon nagy, akkor a viselkedését azt jobban le tudjuk írni úgynevezett folytonos idejű modellekkel. Pontosabban a folytonos idejű modell az valamiféle skála limesze lehet a diszkrét modelleknek. És az előadás utolsó részében én rátérek a megfelelő járványtani alkalmazásra. Ez 2012-es labdarúgó Európa bajnokság, mindenki emlékszik, itt a nagyszerű logó, Lengyelország és Ukrajna rendezte. Kanyaró járvány volt ebben az időben, Ukrajnában. Azt hiszem elég szépen olvasható, ez az Országos Epidemiológiai Központnak a 2012. március jelentése, amiben láthatjuk, hogy, hát én nem látom, az ukrán egészségügyi minisztérium március 3-ai tájékoztatása szerint az év eleje óta összesen 5127 kanyaró megbetegedést jelentettek, stb. Kanyarójárvány van. Ugye ez miért veszélyes? Azért veszélyes, mert Ukrajnában kanyarójárvány van, Ukrajnában van az EB, oda mennek az egészséges szurkolók, megkapják a kanyarót, hazamennek, és elterjesztik a betegséget. Jó? Tehát nagyon egyszerű maga a probléma. Mi az a kanyaró? Nem fogok senkit ilyen ronda kanyarós képekkel riogatni. Ami fontos lesz nekünk az az, hogy vírus által okozott emberi megbetegedés. Jó? Tehát emberről emberre terjed, nem madárinfluenzáról van szó. Emberről emberre terjed, védőoltással megelőzhető. Ezért az oltottsági szintek azok fontosak lesznek nekünk. Létező megbetegedés. Tehát annak ellenére, hogy ez egy védőoltással kikerülhető, annak ellenére a WHO becslése szerint 2000-ben 30-40 millióan betegedtek meg kanyaróban, majd 1 millió gyermek halt meg kanyaróban. Cseppfertőzéssel terjed és nagyon fertőző. Egy beteg akár 12-18 másik embert is meg tud fertőzni. Az egyik legfertőzőbb vírus, és ami modellezés szempontjából még érdekes, az az, hogy 9 napos lappangási ideje van, körülbelül 9 napos a lappangási idő, ez azt jelenti, hogy 9 napig az embernek nincs tünete, már megfertőződött, de még nem fertőz. Tehát ez alatt a 9 nap alatt nem fertőz, majd jön egy másik, ez is nagyjából 9 napos periódus, amikor tüsszög, folyik az óra, rettetesen rosszul van, és akkor fertőz is. Ez mind a kettő olyan nagyjából 9 napos, emiatt úgynevezett több típusos modellel kell majd dolgoznunk. A kérdés,
amit vizsgáltunk, az az, hogy hogyan befolyásolják a mérkőzések eredményei a kanyarójárvány kitörésének valószínűségét a szurkolók hazautazása után. Tehát még egyszer, kiutaznak a szurkolók, és aztán hazautaznak, és mennyire befolyásolhatja egy mérkőzés eredménye, hogy a hazautazó szurkolók mekkora valószínűséggel robbantanak ki egy járványt. Ezt Dénes Attila, Röst Gergely kollégámmal a Bólya Intézetből, és Hiroshi Nishiura, ő egy japán epidemiológus, vizsgáltuk ezt a kérdést. Itt az oltottsági térkép, a világ oltottsági térképe kanyaru ellen. Hát szépen látszik, hogy mindenki nagyon kék, az azt jelenti, hogy mindenki nagyon be van oltva kanyaru ellen. Tehát a világ nagy része, ez a nagyon sötét kék, az azt jelenti, hogy 90%-nál nagyobb az oltottság. A kevésbé sötét kék az olyan 80%-os körüli oltottságot jelent. Ez annyira nem jó térkép, mert a 90%-on belül hatalmas különbségek lehetnek. Például Magyarországon a kanyaró elleni oltottság az 99,5% körül van, tehát itt rettentően be vagyunk oltva. Magyarországon gyakorlatilag nem törhet ki kanyaró járvány. Ellenben Franciaországban, illetve egyes nyugat-európai országokban ez az oltottság ez alacsonyabb, hát még 90% fölött van, de mondjuk 90% körüli érték. Például Franciaországban. Franciaország a példaországunk, akit megvizsgáltunk, hát az egyik ok az pontosan ez, hogy az oltottság viszonylag alacsony, 90% körüli. A másik oka, hogy ez egy jó nagy ország, és azt gondolják, hogy jól fociznak, ezért sok szurkoló ment el Ukrajnába a csapatuknak szurkolni. Ugye viszonylag nagy mennyiségű francia megjelenik Ukrajnában. Három eshetőséget néztük meg. Az első az az, hogy a franciák a csoportkörben kiesnek, ekkor három meccset játszanak, szurkolók szomorúan hazamennek, és ami a lényeg, az az, hogy csak 10 napot töltenek Ukrajnában. A másik eset, a valós eset, ami tényleg megtörtént, hogy csoportmásodikok lesznek, és a negyeddöntőben búcsúznak. Jó, tehát valóban ez történt, a spanyolok ellen 2-0-ra kikaptak, és hazamentek. Ebben az esetben június 11 és 23 között olyan 14 napot töltöttek Ukrajnában. A harmadik eset ugyancsak hipotetikus, döntőig menetelnek, ekkor a szurkolók 20-21 napot töltenek Ukrajnában. A modellezésről pár szót, itt már nem lesznek matematikai formulák, csak pár szót, kik lesznek itt az utódok, meg egyáltalán hogy lehet ezt egy, mi köze van ennek a Galton-Watson folyamathoz. Tehát az egyes generációkban az egyedek azok, akik elkapták a betegséget. Jó? Tehát a fertőzött emberek a betegek, és egy betegnek kik lesznek az utódai, azok lesznek az utódai, akiket ez az ember megfertőzött. No, tehát ha én rátüsszentek három emberre, én mondjuk kanyarós vagyok, rátüsszentek három emberre, és mind a hárman megfertőződnek, akkor a modell szempontjából ezeket tekintem az én utódaimnak. Két szakaszt kell megkülönböztetnünk, ugye először Ukrajnában, ekkor ugye emiatt a lappangási idős bonyolítás miatt számít az, hogy a fertőzött az hány napja kapta el a fertőzést. Emiatt több típusos modellel kell dolgoznunk. A másik pedig az, hogy mi a francia szurkolókra koncentrálunk, na de a francia szurkolók kezdetben egészségesek. Jó? És egy adott generációban én csak francia betegekre koncentrálok. Ez azt jelenti, hogy amikor a betegséget ők az ukrán helyi lakosoktól kaphatják el, tehát bevándorlásos modellt kell vizsgálnom. És amikor valaki egy ukrántól kapja el a betegséget, akkor ezt bevándorlónak tekintem, és aztán ő maga terjesztheti a betegséget a szurkolók körében. A második szakasz, amikor az egész bagás hazamegy, és otthon terjed ez a kanyaró,
a véletlen számú fertőzött szurkoló hazaérkezését, ekkor már egy egytípusos, egyszerű Galton-Watson folyamattal tudom modellezni. Itt a három lehetséges eset. A kék görbe, kék folytonos görbe az az utolsó eset, amikor a szurkolók 21 napot töltöttek Ukrajnában. Itt azt látjuk, hogy mekkora a kanyaró járvány kirobbanásának valószínűsége. Hát itt a nullától, hát itt egészen 1/2-nél nagyobb értékig, picit nagyobb értékeket vehet fel ez a valószínűség. Hát a kék folytonos görbe az a harmadik eset, amikor 21 napot töltenek, a zöld a 14 napos, és a piros pontozott görbe, amikor 10 napot töltenek a szurkolók Ukrajnában. Jó, tehát az eredményen persze senki nem lepődik meg, nyilván ehhez kár volt ennyit dolgozni, minél több időt töltenek a szurkolók Ukrajnába, annál többen fognak megbetegedni, annál nagyobb lesz a járvány kitörésének valószínűsége a hazautazás után. Ami érdekes itt az, hogy mi általános esetben egészen explicit becsléseket, egészen explicit eredményeket kaptunk a megfelelő valószínűségre. Jó, tehát még egyszer itt nem az az érdekes, hogy hát persze ez a helyzet, hanem az, hanem viszonylag pontosan ki tudtuk számolni, hogy mi is történhet itt, illetve azt, hogy mennyivel nagyobb kockázatot hordoz esetleg egy 90. percben betévet gól a epidemiológiai szempontból. Továbbá azt is tudtuk modellezni, hogy akkor különböző oltottsági stratégiák, hogy tudják ezeket a valószínűségeket csökkenteni. Jó, és végül annyit szeretnék említeni, hogy én elméleti matematikus vagyok. E cikk kivételével az összes cikkem az meglehetősen elméleti, mindenféle alkalmazás felmerülése nélkül. És hát ezt az eredményt viszont, hát ha felkapta a sajtó, az lehet, hogy egy kicsit túlzás, viszont egy-két internetes oldalon lehetett róla olvasni. Hát itt egy internetes sportoldalon láthatjuk, hogy leközlik azt, hát valami látványos címet kellene adni, például halált okozhatnak az EB góljai, állítják szegedi kutatók, és itt vagyunk, valóban látjuk, hogy szépen leírják, hogy mi is történt, mit modelleznek, kiírták a nevünket is, és az alatta lévő képen pedig Iniesta, az Európa bajnokság legjobb játékosa bolondítja az olasz középpályásokat. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében. Egy hét múlva dr. Ferenc Rudolf, az STL Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi docense tartja meg, miért vannak hibák a szoftverekben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!